Ezt a könyvet, ami itt van az asztalon, színpad alatt mutatták be. Ennek megvan nyilván a maga oka, ezt már mindjárt megtudjuk. Minden esetre a díszletek azok szépek voltak, mert azok díszletek voltak ez a könyvbemutatóhoz. De miért a színpad alatt? Szirtes Tamás, a Madár Színház igazgatója, és Rényi Ádám ennek a kötetnek az egyik szerzője. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy kerültetek a színpad alá ezzel? Hát ugye a könyvnek az az alcíme, hogy a Madár Színház titkai, és mindenképp egy olyan helyen akartuk bemutatni a könyvet, ami titkos, ahova nem járhat bárki bármikor. És van a Madár Színháznak egy úgynevezett alsó színpad nevű része, ahol azokat a dolgokat készítik elő, amik aztán a süllyedőből emelkednek ki. Például az Opera az Fantomjában a Párizsi Operának a kupolája az ott lent pihen. És ezen a helyen volt a bemutató, volt még egy ilyen teátrális elem, hogy a könyvek azok egy ilyen kötélen ereszkedtek le a mélyből. Ezt a Tamás találta ki. De azért, igen, bocsánat, ennél voltak jobb ötleteim is. De bocsánat, nem akartam szólni. Igazából csak azt akartam kérdezni, hogy a Bárdos Andrással követtétek el ezt a könyvet, hogy ti nagy madács rajongók vagytok. Ugye a Madár Színháznak van egy nagyon konkrét rajongótábora, ami hát jól körülírható, hiszen minden előadást nem egyszer, hanem jó sokszor néznek meg, és hát rajonganak magukért a művészekért is. Ti is ilyenek vagytok? Azt mondom, hogy mi színházrajongók vagyunk, és nagyon szeretjük a zenés műfajt. Egyébként Andrással mi sokszor jártunk Londonban különböző műzikeleket megnézni. De akkor van összehasonlítási alapotok is, hogy itt játszottak, és az igen, több olyan darab is szerepel a Madár Színháznak a repertoárján, vagy szerepel, amiket mi láttunk külföldön. A Mamma Mia például egyébként egy nagy közös kedvencünk. De visszakanyarodva a Madárra, hogy igen, mi nagyon sokat jártunk a Madár Színházba, és azokat az előadásokat, amik ebben a könyvben szerepelnek, azokat egytől egyig láttuk. Tehát nem úgy kerültünk bele ebbe a dologba, hogy ismeretlenként, hanem ismertük. Lehet, hogy Ádámot kéne kérdezni, de engem jobban érdekel, hogy Szirtes Tamás ezt hogy látja. Mitől különleges a madács? Mi az, ami a madács, vagy madácsság, ha van ilyen? Hát ugye több minden van. Az első az, hogy választottunk magunknak egy műfajt, és azt nagyon nagy odaadással, nagyon nagy figyelemmel és nagyon nagy fókuszáltsággal műveljük. Ez a zenés színház. Te tudtad, amikor választottad, hogy mit csinálsz? Mert ugye prózai színház. Hogy most tudod, hogy mit csinálsz? Azt nem tudom, azt majd te elmondod, de igazából az érdekel, te is a prózai színházból jössz. Tehát igen, neked sem igen. Adottság én az, hogy... vagyok a zenés műfajban. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindig egész életemben szenvedélyesen mozott a zene. A zenének minden ága, műfaja, fajtasága, és rendkívüli módon első perctől kezdve, ahogy én a színművészeti főiskolán betettem a lábam, a zenés színház komplexitása nagyon-nagyon vonzott. Tehát ez a hihetetlen összetettsége. Ma is ez izgat benne? Tulajdonképpen ez izgat, és izgat az a hihetetlen dinamikus változékonysága. A prózai színházban a dolgok nem történnek ilyen sebességgel. A zenés műfaj rendkívül integratív. Bármi történik a világban, legyen ez technikai elem, vagy tartalmi elem, az nagyon-nagyon gyorsan, abból mű lesz. Hallatlan reagens a zenés színház, és engem ez mindig nagyon foglalkoztatott. Nagyon, tehát ha az ember a színházban a korszerűséget a szó legjobb értelmében szereti és művelni kívánja, erre ez a legalkalmasabb. Vannak ebben a könyvben olyan szereplők, akik kicsit csalódottak a saját pályájuk okán, mert hát ők prózai művésznek képzelték magukat, és egy zenés színházban hát rosszóval ragadtak. De ők ezt el is mondják néhányan nagyon nyíltan, hogy hát én nem vagyok egy énekes színész, de azért megpróbálom megtalálni a helyemet. És vannak olyanok, akiknek annál nagyobb boldogság a földön nincs, mint hogy egy zenés darabban játszhatnak. Ez gyönyörűen látszik. Ez egy egységes társulat, és akkor ezt viszont tőled kérdezem, akik végigbeszélgetted a művészekkel az elmúlt időszakot, ez egy egységes társulat, vagy ez a kettősség, ez nagyon erősen látszik? Én azt gondolom, hogy ebből a kettősségből lesz egységes egy társulat. Tehát, hogy igen, és egyébként ezt fontosnak is tartottuk, hogy ez nem egy ilyen rózsaszín álom. Tehát, hogy ebben vannak olyan történetek, amikben csalódások vannak. Vannak olyan művészek, akiknek ez a kor nem a legjobb korszakuk lett. De mégis azok az előadások, amikben együtt benne vannak,
azok éppen attól működnek, hogy ők úgy vannak együtt benne. Kiderül a könyvből, hogy neked például mi a kedvenc előadásod, vagy hát az egyik kedvenced a József, amin itt ki is nyitottuk. Igen. Mert hogy az egy fontos történet, önmagában is mondod. De most a Mamma Mia visz mindent, tehát most játszhattok macskákat nem tudom hány ezredszer, meg lehet még minden a színlapon, igazából most a Mamma Mia az, ami mindent borít. Igen, ez fantasztikus volt, ugye erre az évre csináltunk egy új működési rendet, és kiírtuk a zenés darabjainkat július végéig, és már régen eladtuk a június-júliusi Mamma Mia jegyeket. Láthatóan ezt az emberek annyira szeretik, egyébként nem is csodálom. A Mamma Mia egy ritka csodája ennek a zenés műfajnak, és egy ilyen nagyon nehéz és szorongós világban reményt ad, napsütést ad, és egy ilyen igazi mély derűt és a szerelembe vetett hitet közli egy darab, abba az ember belekapaszkodik. Nagyon becsületes neki veselkedéssel végigmentek az összes repertoáron lévő darabon, és hát gyakorlatilag végigbeszélgetitek az összes művésszel az ő sorsukat ebben a könyvben. Hát sajnos az összessel nem, tehát azért igyekeztünk minél többekkel beszélni. Hát azért ez egy nagyon nagy meg, nagyon... és fiataloktól idősebbek. Igen, inkább azt mondanám, hogy próbáltunk egy teljes képet adni, még hogyha nem is tudtunk egytől egyig mindenkit megszólaltatni, mert azért ez egy több száz fős csapat, akik ezekben a darabokban, ugye nem csak azok vannak benne, amik most szerepelnek a repertoáron, hanem olyanok, amik már nincsenek, tehát például a Volt egyszer egy csapat, vagy a producerek, ezek már nem mennek, de nagyon meghatározó előadásai voltak ennek a korszaknak. Tulajdonképpen a Volt egyszer egy csapat, ami sikeres volt ugyan, de nem volt a legsikeresebbek közül való. Ennek a korszaknak mégis nagyon meghatározó darabja volt, mert az szószoros értelmében egy csapatépítő csapat volt. Tehát akkor került a társulathoz nagyon sok fiatal művész, akikből azóta is táplálkoznak ezek az előadások. Sok titok van a könyvben, amit a nézők, még a leglelkesebb madácsrajongók sem feltétlenül tudnak? Én nagyon remélem, hogy igen. Egyrészt olyan titkok is vannak benne, hogy azok a művészek, akiket a nézőtérről rajongva csodál a nép, azok eközben milyen nehéz időszakokon mennek keresztül, mennyire nem egyszerű az, hogy az ember megkap egy szerepet, vagy nem, mennyire nem egyszerű feldolgozni, ha esetleg nem, és mennyire kemény munka van akkor, hogyha megkapja. Egyrészt, másrészt pedig igyekeztünk megszólaltatni olyanokat is, akiket nem lát a néző, amikor a nézőtéren ül. Nekem meg kell mondjam, hogy a könyvben az egyik kedvenc szereplőm az a Csé Nagy Endre, a Madách Színháznak a főügyelője. Ezt akárkinek elmesélem, mindenki mindig megdöbben, hogy ő ugye most már 1400 előadást, 1401 is. Végigcsinálta az 1400 macskát, igen. Ez talán az egyetlen, vagy valaki van még egy a technikai ember. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy aki ügyelő, az úgy működik, hogy ott van a próba időszakban, végig próbálja az előadást, majd utána akárhányszor az előadás megy, ő ott van. Hát 30 éve, nem csak most már 31. Hanem ugye hát egy ilyen ember, tehát kell egy parancsnok, minden hajón van egy parancsnok, az előadás hajóján az ügyelő a parancsnok. Hiszen amikor megrendezted, amikor bemutatták, onnantól kezdve ez már az övé. Neki kell kordában tartani az estére. Az ő felelőssége és az én élvezetem. Hát ugye. Ez addig fordítva volt. Ez egy kortörténeti dokumentum, ez a könyv, egy színház történeti dokumentum, elképesztő képanyaggal, úgyhogy már csak ezért is, és hát rengeteg nagyon érdekes, meg nagyon szép emberi történettel. Köszönöm, hogy elhoztátok, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Önöknek jó olvasás, és egy különösen irány a színház. Köszönjük.